Üdvözlöm Önöket Halországban! Ma egy rég elfeledett módszert szeretnék bemutatni, a halfüstölést. Ma este a jótorkú barátaim érkeznek, és miután az elkészítendő ételünk füstölt hal lesz, ráadásul mangalica kolbásszal töltve, jó kell tudni bort választanunk, hiszen ehhez nem illenek a reduktív borok, ehhez legalább 2-3 évig rászokott, tartalmas, testes, fehér illik, vagy egy tokai furmintot kéne választanunk, vagy pedig egy olyan sardonét, amelyik látta a hordót belülről legalább 2 évig, de talán a somlói lenne hozzá a legjobb, hiszen a somlóiban minden megvan, ami egy jó halételhez kell, kellően száraz, hát ezzel semmiképp se élhetünk, úgyhogy válogassunk egy kicsit tovább, szerencsére van miből. Na, úgy gondolom, ezt megkóstolhatjuk. Azt gondolom, ha van barátság és harmónia étel és ital között, akkor a hal és a bor között ez mindig megvan, hiszen nem is lehetne ez másképp. Talán a régi halászmondást idézhetnénk, hogy átkozott a hal a harmadik levébe, hiszen egyben úszott, egyben főzték, harmadszorra mindenképpen egy jó borral kell elküldeni a halak mennyországába. És most készítsük el a páclét. A jó pácoz legelőször só kell, mindennek ez az alapja. A gyors pácoz 30%-os, és akkor 4 órányit kell benne hagynunk. Mi jobban szeretjük a 12-24 órás pácot, ehhez 10%-os konyha sódat kell. A sót tesszük legelőször bele a vízbe. Ahány füstölő természetesen annyiféle saját keveréket használ. A mi keverékünk és a mi alatt a szakácsunkat értjük, a Norbit, meg jó magamat, aki a ízmester, vagy inkább illatmester, hiszen illatok alapján lehet legelőször a pácot lemérni. Ebbe borsikafű, bazsalikonfű, egy kis boróka, egy csöpp kis gyömbér, mindenből egy pici és összeáll egy olyan kellemes, jó kialakított halhússal harmóniában lévő pácanyag. Ebben a páclében hagyjuk mintegy 10-12 órát benne a halainkat, természetesen hűvös helyen, ilyenkor nem kell hűtőbe tenni, de egyébként, ha melegebbre fordul az idő, akkor egy kicsit jobb, ha hűtőszekrénybe pihennek a halak. Pácléből annyit teszünk a halhúsra, hogy teljesen ellepje, és ha ezt megtettük, akkor vihetjük a hűtőbe. Halat füstölni pont olyan dolog, mint húst, és az emberiség legősibb tartósítási módszere valaha a szárítás volt, és ezt követte a füstölés. Kezdetben csak a kövekre rakott húsok, amikor kicsit még perzselődtek is, vették észre rajta, hogy ez bizony tovább eltart, még akkor nem tudhatták, amit mi már igen, hogy a füstnek baktériumölő hatása van, és megöli azokat a káros mikróbákat, amelyek lerontják a hús állagát, így nem csak a húsok, hanem a halak is tartósíthatók és eltehetők. Szárítás, aszalás, füstölés a legősibb emberi tevékenységek egyike, amikor még az élelmiszer nagyobb érték volt, mint ma, és hát nem volt ennyi elbetűs tartósítószer az ember kezében, mint amennyi most van. Mi azt gondoljuk, érez annyit, mint az E, nézzük meg, hogy néz ki, ha füstölünk egy jó halat. Megkötjük a pisztrángot, hogy le ne szakadjon. Tudnélik, a pisztráng már eltöltötte a maga 12-18 óráját a pácba. A pácra azért van szükségünk, hogy ízeket vigyünk be a halhúsba, hiszen a füst az inkább csak konzervál, és nehéz vele ízesíteni, lehet egy picit azzal is egy jó égerfa füste, de előtte egy speciális pácba tesszük a halat, ezek felszívódnak, ezek a kellemes aromaanyagok, és ettől lesz ízes a halunk. A másikat pedig egy busa lesz, amit most megcsönk egy új módon, mert kellemes barátaink jönnek, egy jó borkorcsolja alá most, nem diót, nem sajtot, hanem füstölt halat szeretnénk tenni, úgy gondoljuk, arra is csúszik a jó bor, úgyhogy ezt most gyorsan kifilézzük. Most két különlegesség találkozik tulajdonképpen, hiszen a busa, aminek a húsa koleszterin szegény és a legszárazabb húsok egyike, egy jófajta mangalicából készült kolbásszal kerül házasításra, illetve füstölésre. Még egy picit megkötjük, mielőtt harisnyába tennénk, mert ezt egy új módszerként próbáljuk most ki, hogy könnyebb legyen ezt a halat majd a barátaink elé tálalni. Ezt még betesszük egy kis kötödött húsnak való hálócskába is. Ez a hal már nagyon sokszor volt hálóba életébe.
Ez egy nagyon egyszerű kis technika, amit a szakács barátomtól tanultam. Az így újra hálóba került hallal már sokkal könnyebb bánni, hiszen a füstön a saját súlyától nem szakad le. Nagyon kell vigyázni a füstöléssel, mert ez bizony szinte folyamatos odafigyelést kíván. Az a 4-5 óra, amíg füstöljük ezt a halat, addig bizony nem szabad följebb mennie 40-50 foknál hőmérsékletnek, és először egy kicsit hidegebb, hűvösebb 30 fokos füsttel kell kezdenünk. Ellenkező esetben a hirtelen hőhatástól szétreped a halaknak a bőre. Füstölőt egy kicsit már előmelegítettük, hiszen ha a hideg vasat éri rögtön a füst, akkor lecsapódik a pára rajta, amikor egy picit már átmelegedett, akkor lehet beakasztani. Szinte mindegy, hogy mit füstöltünk ebbe már csirke mellett, de beakasztottuk a frissen készült kolbászt is. Amire úgy gondoljuk, hogy használ a füst, azt mind ki lehet próbálni rajta. Természetesen nekünk leginkább a hal ízlik, hát ez nyilván szubjektív vélemény, és akkor talán akasztuk is be a pácienseket. Megkészítettük a halainkat, egy kicsit távolabb tesszük egymástól őket, hogy ne érjenek közbe, össze, majd persze a füstölés folytán figyeljük, hogy egy kicsit forgassuk, ha a füst nem egyformán érné el a halakat, és most jön a füstölés. Beállt a füstünk, 4-5 óráig kell, hogy füstöljük, utána elkészítjük a hideg tálat. Kész vagyunk a füstöléssel, lássuk az eredményt. Hát rosszat nem csináltunk. Levágjuk a hálót, mert így most már könnyebben tudunk bánni a hallal. Óvatosan kell bánni az étellel, mert nem csak ízesnek kell lenni, szépnek is, az étel is olyan, mint a szép lányok. Szóval azért számít, hogy mi van rajta. Pedig tudjuk, a lényeg nem az. Ez a háló kitűnő találmány olyan jó megtartja a halat, nem esik szét, mert egyébként egy kicsit a halhús, ahogy veszít a vízből, zsugorodik, és nem tartja olyan szépen a formáját, alakját. Egy kis helyet hagyjunk a pisztrángoknak is ezen a tányéron. Nézzük a pisztrángot. Ugye, hát sajnos Magyarországon ma már nincsenek pisztrángosok, de talán tudja valaki, aki nézi a műsort, hogy Magyarország volt a második a világon, ahol a pisztrángot mesterségesen tenyésztették. Franciaország után az 1900-as évek legelején Gróf Migazai volt az, aki az első magyar pisztráng költő állomásokat megszervezte. 32 volt Trianon előtti utolsó évben Magyarországon, hiszen hegyünk és vízünk bőven volt abban az időben, és a legnemesebb halnak akkor is a pisztrángot tartották, már akkor is a grófi asztalok éke és dísze volt a pisztráng, és hát mi magyarok ebben jeleskedtünk. Ugye a füstölt halról mindig levesszük a bundáját, mert ez a füstös bunda, ez nem jó. Egyébként, ha sütnénk a pisztrángot, akkor egészen fantasztikus lenne. De most levesszük a bundát róla. Szépen kifilézzük. És ha jól sikerült a füstölésünk, akkor összes szálka hiánytalanul kijön a halból. És egy szép vázat kell találjunk. Hát ha megnézzük, ez a filézés jó sikerült, hiszen láthatják, hogy egyetlen szálka nem maradt a pisztánkból bevül. Szépen rátesszük a tára. És most csinálunk még a kötözöttnek előkészített busánkból, úgy látszik ez a kóstolás során megsérült egy kicsit. Amit kötöztünk, megnézzük, hogy vajon az hogy sikeredett. Nagyon szép színe van, mint a füstölt csonkának. Ma még ebből egyet csinálunk. És akkor ezt a pisztrángot pedig szintén kifilézzük, de csinálunk ebből egy pár falatkát.
Mert van, aki úgy kívánja, hogy egy kis kenyér is maradjon mellette. Sajnos a pisztángot nem lehet ma már Magyarországon tömegesen elterjeszteni, lévén, hogy nincsenek már olyan hegyvidéki területeink, ahol a víz hőmérséklet ne emelkedne föl 16-18 fok fölé, mert nem a víz tisztasága a problémája a pisztángtartásnak, hanem az, hogy a melegedő vizek nem tudnak annyi oxigént megtartani, hogy a pisztáng megéljen benne. Ezért 16 fok fölött sajnos neki be kell fejezni a földi pályafutását, ezért van az, hogy szinte nem is lehet Magyarországon lilafület kivételével másút megtartanunk a pisztángot. Akkor most itt teszünk egy kísérletet, mert hát ugye tanulnunk kell ezt is, hogy nézne ez ki. Ha mondjuk egy pici kis olajbogyóval még kis extra bízt adnánk hozzá. Csinoska. Remélem sikerült kedvet csinálunk egy igazi borkócsolya a füstölt hal elkészítéséhez. Próbálják ki önök is. Megéri. Viszontlátásra!